Sziasztok Gémerek, remélem mindenkinek jól a kapja. Elérkezett talán a legjobban várt videó a Pass-os tankok közül, a mai videóban a kobrát szeretném nektek bemutatni. És a terv az nagyjából az lesz, hogy ebbe a csatában megpróbálom a lehető legtöbb sebbést kiosztani, nem igazán beszélek a tankról, és a garázsba igyekszem majd nektek bemutatni a főbb tulajdonságokat, hiszen azért ez a tank egészen érdekes, és a csata közben um, túl sok energiát, illetve időt venne az, hogy bemutassam nektek, hogy igazából mire is képes ez a tank. Úgyhogy nézzük, ugye, outpostolja. Játszok. valószínűleg inkább itt a közepes oldalt szeretném játszani, hiszen ott tudom kihasználni a jó kis hash lőszer átütésemet, úgyhogy oda fogok menni. Egyébként talán el kapni a középső részre fölmenő tankokat. Úgyhogy nézzük, hogy mit tudunk kihozni innen. Az udás, aha. Valószínűleg majd itt ezt a bokros részt szeretném játszani. Egyelőre nem, nem megy be senki középre. Közöpsi részt elfoglaltuk, mi az nagyon-nagyon jó. Az fontos ezen a pályán. Ide eljövök a bokorhoz, és ki is használom a 10 fok lövegsüledésemet. Az, ajaj, indulj meg, indulj meg T28, nem mersz. Van könnyű tank egyébként az ellenfélnél? Van egy könnyű tank, egy 1393 ra arra majd figyelni kell. várnám, hogy az ellenfél valamit hibázzon. Hm. De hogy érdemes lenne esetleg valami blind tárat ugye ellőni. Az a gond, hogy ugye 45 másodperc körül van az újra és... És nem biztos, hogyha, hogyha rossz időben tározok, és akkor spotolódik föl valaki, azt nagyon meg fogom bánni, úgyhogy ezt nem akarom. Most a lissünk egyébként egy kicsit előrébb ment, hát, hogy elvül magát valamelyik TD, akkor azt meg tudom lőni, mondjuk ott a skorpion. Ó, az fájhatott neki. Oroskola. Jó. Kiszedtünk kettő tankot, ez nagyon jó. A shoot egyébként nagyon agresszíva játszik, még van ott egy launcher egyébként, hát az patolódik. Aha. Célhoz, bam. Sajnos őt már nem ütöttük be. Nézd, nem volt olyan rossz tár. Szerintem itt megpróbálok előrébb menni hiszen szóval az indián pénzét meg a lansent a simán ki tudom tárazni, és pont egyébként szerintem mire betárazok, addig oda is fog kérni a pozícióba. Arra kell figyelnem, hogy innen majd lehet, hogy oldalban lövöldöznek, tehát arra, hogy neki oda kell figyeljek. Ott egy 1390. Milyen tank van ott még? lorraine, az, az mondjuk egy csemege lenne nekem. Az udás az nem erre néz, az jó megpróbálok itt átjönni ha ah, nem 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 még nem még 5 másodpercen van Lorraine az nem ide néz lorraine belelőni egyet Ú, el is találtuk kiszpotoltak ezért kiszpotoltak ezért szerintem most nem mer ki nézni a lanchen. T28 az nem ide néz de egyelőre be akarok menni a poziba Ó, az a 1390 nem gondolta át amit csinál De és most már ide néz és az indián pc szeretnék lőni még egyet, mert utána valószínűleg agresszívan akar majd rajtunk játszani. Jó, el is találtuk. Úgy csinálok, mintha még lenne lőszerem. Ugh, aki mire jön nekem segíteni, ez nagyon-nagyon jó. Az nagyon-nagyon király. Szerintem 40 másodperc, még mindig 30 másodperc az ura Szerencsére egyébként az kettő, vagy a az ott letartja az udest, és majd oda is tárazhatok. Nekem még 23 másodperc ura töltés amúgy, úgyhogy ezt jelzem a kimerának ugye itt. Kimérának. A mérkőzés egyébként nem feltétlenül olyan turbó meccs, ez nekem nagyon-nagyon kedvez. Még 10 másodperc után egy lövés ezem őt, egy lövés ezem őt, és mi van még itt? Már ez a két médium tank van itt, és utána meg benézhetünk ide középre. Jó, ott már nem kell egy lövés, nem a DMPZ lőtt. Kilőjük. Udes, Széloz, 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 széloz. Hát rám már nem kell ülni, de valószínűleg nem fogok újra tölteni. Mert... Nem hiszem, hogy kell már. A másik része már úgyse kell, ott a Vipera, arra három lőszer bőven elég. És nem hiszem, hogy már el fogok jutni a nehéz tankokhoz. Bár... Hmm. De el fogok jutni a nehéz tankokhoz, újra töltök. Szerintem ezt a Viperát letúrja a középen lévő tankjaink. Ját itt, lemossuk a tankot. Kérdj mennyire HP van az NFL nehéz szankénak. Ugye a Libertét látjuk már, hogy csak 500 HP van. Én akkor nagyon jó lenne, hogyha lenne egy turbom, de nem azt a szettet hoztam, hanem a forgási mechanizmus szellő és stabilizátort. Úgyhogy a végsebességem az nagyon csak 40 km per óra lesz. Nagyon örülnék neki, hogyha még egy tárit kimelte, vagy még két teljes lőszerbe tudnánk penelni, az nagyon-nagyon király lenne. De ez azért sietnünk kell, Azokon gyorsabb tankok vannak nálam. Még majdnem full hp van, ami jó, mert így be tudok menni nélkül trédelni. Ott van a progetto, az is már csak kb. egylövésnyi HP-n van. Hát itt át még a pálya közepén kb. Az is az ötön egy egylövésnyi HP-n van. Uh -huh. Nem baj ezeket még jól lenne megölni? A Scorpion kizette azt, akkor esetleg a Liberty-re rá tudnék menni? Talán. Hát másra nem tudok rámenni, úgyhogy próbáljuk meg. De föntről bepróbálok ráesni, és akkor oldalba lőni. Akkor simán be tudom ütni. Jó. Egyszer belőttük, 550-et kapott, és a kill is a miénk lesz. 5 kill végeztünk, gamerek. 3651 sebzés sikerült ebbe a körbe. Nem rossz, de nem is olyan kémelkörő kör, amit feltétlen szerettem volna, mondjuk egy ilyen matchmakingből. Sajnos volt egy-két nem benünk, ugye ott volt a a lanserre, ugye az a Nempen, illetve ugye a végén már nem nagyon értünk el a sebzésre, de nem baj. Nézzük meg, hogy mit is tud ez a tank, vagy miért olyan különleges, miért várták annyira az emberek, mert talán az összes Battle pass alá a legtöbb komment akkor érkezett, hogy mikor mutatom be a kobrát, mikor mutatom be a kobrát, úgyhogy gémerek, tudom, hogy nagyon-nagyon sokan szeretnétek, hogy ezt a tankot bemutassam. De amúgy sebzés alapján top helyen végeztünk, úgyhogy talán nem volt annyira rossz, és 27 ezer keresnünk ezzel a körrel. Úgyhogy nézzük meg gyorsan, hogy mit is tud ez a kobra, miért olyan különleges. Ugye kezdjük a lövegével, ugye, ahogy mondtam, nagyon sok az újratöltés ide, majdnem 46 másodperc, ez úgy, hogy amúgy a modokat is már használom, de meg ugye, illetve pótkát is, illetve normál felszerelésekkel, illetve ami még jó benne, az a, ami jó benne viszont az a 10 fok lövegsüllyedés, a pontossága az nem rossz, viszont nézzétek meg a szűkülési idejét, az borzasztóan sok egy közepes tankhoz képes, és ugye alfa sebzésnek itt 360-at láttok, de ez a tank megtévesztő lehet. Három darab lőszert is kap, három darab különböző alfa sebzéssel. Ugye furcsa lehet már az is, hogy egy alaplőszer neki egy heat lőszert kap, ami ugye 360 alfa sebzéssel rendelkezik, 268 milli mm átütéssel, ami egészen okésnak okay mondható, és a, lövedés, a lövedéknek a sebessége viszont egészen gyenge, hiszen csak olyan 800 méter per szekundum körüli sebességet kap. Ugye kap egy prémium hash-lőszert, ahol ugye felugrik az alfa sebzésetek 490-re, illetve az átütésetek leesik 210-re, viszont a lőszersebesség az fölmegy 1165 m per szekundumra, de nézzétek meg, kb. négyszer annyiba kerül, mint a mint a normál lőszeretek, és kap egy harmadik fajta normál robbanó lőszert, ami 515-re emeli az alfát, tehát egy 25-tel 25, ex, 25 több alfasebzőért kaptok, viszont 120-ra leesik az alfasebzés, vagy a, nem tudok beszélni, srácok, tehát 25-tel több alfasebzést kaptok, és 120-ra leesik az átütés értéketek, és a lőszernek a sebessége is visszaesik a hitlőszernek a lőszer sebességére. Én azt gondolom, gémerek, hogy ez a tank arra lett kitalálva, és akkor működik a legjobban, hogyha a hash lőszert lövöldözitek vele, és egy-két tár hítlőszert visztek. Kérdezték, hogy de miért, miért, nem jó vinni mondjuk egy tár repeszt Én azt gondolom, hogy lehet, de ugye nézzetek meg, csak 25-tel kaptok több alfa sebzést, viszont majdnem a fele a lőszer átütése a hash lőszernek. 210-es pennel még akár nehéz szagokat is be tudtok ütni szemből, még tier 8-as tiretes nehéz szankokat is be tudtok ütni szemből, tegyék fel egy ilyes hármat, ha jó szögbe találtok el, akkor simán be tudtok ütögetni ez az átütéssel, viszont 120-szal nincs az a szög, ahol ti azt be tudjátok lőni. Ez maximum papír közepes tankok oldalába, hátuljába, mondjuk, mondjuk fel egy Leo, vagy, vagy mondjuk egy Scorpion papír TD, esetleg grillébe lehet ezt szárazni, vagy könnyű tankokba, de igazából csak az, lehet, csak ez egy dolog szólhat emellett a repeszlőszer mellett, hogy olcsó, más nem. És ezzel a tankkal mondom, szerintem készüljetek fel arra, hogy kreditet fogtok veszíteni, bár egyébként nem olyan sokat, hogyha átűztetek a lőszeréteket és nem lövöldöztök mellé, akkor ez a 4400 kredit, ez a, erre az alfa egyáltalán nem rossz, tehát nem fogtok ilyen 50 százer minuszos köröket futni, hogyha tényleg beviszitek a lövéseiteket és nem össze-vissza lövöldöztök, illetve hogyha van prémium fiókotok, az azért fontos. Szerintem ez a jó lőszerelosztás egyébként ez a tankhoz, esetleg még olyat lehet, hogy ebből visztek egyel kevesebbet, ebből egyel többet, vagy, vagy lehet csinálni ilyet, egy maximum egy ilyet. Tehát, hogy hogyha valaki nagyon-nagyon spórolni akar, vagy ha nagyon-nagyon spórolni akartok, hogy ilyet, de én nem vinnék egyáltalán ebből a repesztőszerből. Jó, szerintem ezt túlbeszéltük, illetve, ahogy mondtam, de igen, azt már említettem nektek, hogy borzasztóan rossz a dpm -e, de ugye tárasnak alapvetően is rosszabb dpm -e szokott lenni, mint az illető tankoknak. Úgyhogy ezt már tudjátok. Az, a páncélzat szempontjából ugye 1600 HP-t kaphatunk, szempontjából egyébként, mivel nagyon megdöntött szögek vannak rajta, nézzetek meg a frontpáncéját, illetve a tornyát, egy-két lövés le tud róla pattanni, amit nem cél az be az ellenfel, de én nem építenék ennek a tanknak a, a pánciára még akár TIR 7 sem. Inkább úgy kell kezelni, hogy nincs páncélotok, és úgy játszotok, és hogyha meg valamit, akkor azt mondjátok, hogy wow, szerencsém volt, én ezt így kezelném. Mozgékonyság szempontjából is kicsit furcsa ez a tank, mivel 40-nel megy előre, ami közepes tankhoz képest nagyon gyenge, ugye turból nélkül, de 27-tel tolat, ami meg nagyon gyorsnak mondható, illetve ha átváltok a turbószett nemre, akkor láthatjátok, hogy 45-tel tud előre menni és 30 at alatni, ami szintén, ugye 45 az közepes tankhoz képest eléggé gyenge, de már talán egy elfogadható szint, viszont 30 at tud tolatni, borzasztóan gyorsan tolat ez a tank, Úgyhogy ezt mindenképpen érdemes észbe tartani, hogyha ki kell valannan tolatnotok, vagy ki kell jönnetek, akkor nem is feltétlenül kell megfordulni, nagyon gyorsan tudatok simán csak ki tudtok manőverezni, akár tolatással is. Úgyhogy nagyjából ezek azok a tulajdonságok, amiket mindenképpen tudni kell a tankról. Úgyhogy a felszerelésekről már szerintem beszéltem, hogy a turbó, szellőzés és stabilizátort használok rá, illetve van egy szettem, ahol a forgási mechanizmust, szellőzést és stabilizátort használok. Ezt tudom képzelni egyébként, még olyan szettettet, hogy valaki mondjuk HP-boostot használ, ugye nekem az is van kiválasztva ide, hogy azért busztoljam a szellőzésemet itt a második szlotba, hogy egy forgási helyet mondjuk egy városi pályán egy HP-boostot használ, nyitott pályára tehetem még képzelni, hogy valaki egy fejlesztett célzást használ, esetleg még talán egy tárcsövet tudnék elképzelni, hiszen nézzétek meg, még egy öckéres legénységgel is, illetve pótkájával sem érjük el a 440 méteres látótávot, tehát hogyha nyitott, kaptok, nyitott pályát kaptok, akkor esetleg még azt is el tudnám képzelni. Na de, most már tényleg mindent tudunk, ugorjunk be a következő csatánkba. Valószínűleg egyébként ebbe a videóban több csatát szeretnék lejátszani, mint amennyit szoktam, hiszen ezt a tangot vártatok a legjobban, ebből valószínűleg egy hosszabb anyagot szeretnék készíteni, úgyhogy ugorjunk be a Gémerek, erre a pályára szerintem én hozom a turbó szettemet, és fölmegyek a felső nehéz szangdőngőbe, és kérdezhetek, hogy miért mész föl el itt, Hát itt van a, a közepes tankrész. Azért megyek föl, mert nem vagyok elég gyors ahhoz, hogy normálisan pozícióba érjek, ugye a normális pozíció alatt ugye ezt a részt értem itt. Um, és ugye hátulról sznájpolgatni ezzel a tankkal szerintem nem éri meg annyira, vagy mondtam, a, a lövegpontosság az nem rossz, de de a célzási időtök maga az eléggé járja, úgyhogy én inkább a tank Dünöngőbe szeretnék játszani, és egyébként elhiváztam, mert ugye hitlőszer töltöttem. Még az nem lett volna olyan nagy hiba talán, mert ugye nehéz tankokkal szembe kell ugye harcoljak, de szerintem ugye oldalba tudom majd őket lövöldözni, esetleg, hogyha hátul felspotolódik valamilyen téré, akkor azt meg tudom lövöldözni. próbáljuk meg azt. Ugye mondom, 10 fok ágyújjadésem van, még ki is fogok tudni nézni innen a domnak a tetejéről. Ott egy tigris. Azt még pont meg tudnám tárazgatni. Rony oldalába simán tudnék lő. Aj! Te atya világ! Mit csinálott egy 50-120? Ez mínusz 1 volt, mínusz 2. Na lássuk. Bam! Bam! Ez a így ez undormány ezen a tankon. Csak az utolsó lőszert nem peneltem. Ez, hogy négy és fél másodperc alatt ki tudtok tárazni az első lövés után, ez nagyon durva. Ez valami, mintha a TVP-vel táraznátok ki, csak sokkal magasabb alfa, olyan, mintha egy egy um, az alfa sebzését használnátok, csak a TVP kitárazási idejével, adja a TR-10-es cseszlovák közepes tangnak. Egyszerűen undormány, hogy mit le lehet művelni ezzel a tankkal, hogyha valaki ügyese használja. Az a Conqueror az jól láttam, stokkos. Meg lehetne tározni. Én nézem, a Progetto hatfaltunk is tokkos. Tehát a t 44 is meg... az előre jött, az nagyon jó lenne meglőni. Ott van a Scorpion G. Ünk bele egyet. Kivesszük a nagy alfát. Én nem merek tovább kinézni, mert van még egy másik Scorpion, illetve egy VTPZ. Szerintem azok inkább ott ülnek, Talás még hátra egy kicsit TNH. Még várunk egy picit. CDA, aha. Ezt nem fogom tudni normálisan bejutni. Főleg akkor nem, hogyha beletolhat a lövésünkbe. Az nem, az nem meg. Még egyet. Az is följebb mi kellett volna. Nem baj. Ez nem volt egy rossz tár, vagy nem volt egy jó tár de talán nem lesz annyira turbó ez a mérkőzés. Jó lehet volna egyébként, hogy megvárom és nem lövöldözöm ki a lőszrémet, akkor most a tigris le tudnám turni. Kinézzék rá, kapnék egy lövést, és leturnám. 30 másodpercen van, az meg fogod halni, és valószínűleg majd a lenti részt kell játszanunk. Valószínűleg vissza kell jönnöm majd ide a progettónak a, a, pozíciójába, hiszen itt át fogja tolni az ellenfel, és akkor nekem egy jobb kell, hogy kerüljek. Én értem, hogy szükséged van segítségre, nekem még 16 másodperc egy srácok, még azért jó tud lenni ez a, ez a kobra, mert arra hosszú az úratöltés idő, hogy ilyenkor amúgy tudom olvasgatni, hogy uh, hogyha streamelek a csetet, és... Um, és van, van időm csevegni. Na nézzük. Egy... megpróbálok lejönni. Nem? Szóval lenne ellőni. Vissza fog találni. Nem be a másik lőszert. Uh, Tudok-e valamire lőni? Centurion lehetne, de hát inkább gyorsan újra töltök, még most van rá a lehetőségem, 8-2 az állás, még hogyha ki akarok osztani egy tárat, akkor azt a Centurion, Ak akkor most kell újra töltenem. Ez a tankra brutális, brutálisan milyen gyorsan el tudtok túrni egy... Uh, egy olyan papírtankot, mint mondjuk tékfele egy Leopard 1-es, veletek szemben egy Leopard 1 így bam-bam-bam-bam-bam, aztán, aztán vége is van. De egy 10-es közepes tankot le tudtok túrni. 4 és fél másodperc alatt. Egyszerűen vadító, hogy mit tud ez a, ez a, tank leművelni. Mindig meg tudja ezt csinálni? Nem. Hogyha kap egy rossz matchmakinget, még tele van nehéz tankokkal emelve, akkor nem fogja tudni ezt megcsinálni. Főleg, hogyha magasabb szintűek, mondjuk egy E75-öt, amit említettem is, nem fogtok tudni olyan könnyen bepenelgetni. Hm? Hol a másik centúrjon? Ott, még itt egy centurion, hol van? Aha, ott van a... Ott bepeneltük egyszer. Az mellé ment. Az nem találta normálisan, és az megint mellé ment. Hát itt menet közben próbáltam lőni, mielőtt még ugye lefarmolja más lehet, hogy nem volt a legjobb ötlet, ott van a sárf, próbáljunkat próbáljunk ezt kitárazni, egyszer lepattant, egyszer eltalált minket, még két lőszere van. A vtp 4 et lenne jó megtalálni, de már megtaláltak a csapattársi mod a sorokba, hogy hozzá már nem fogunk tudni elérni. Azért láthatjátok, hogyha nem adtok annyira sok időt ennek az ágyonak célozni, és nem vagytok mondjuk 5 centire az ellenfőtől, akkor nem fogja feltétlenül ott eltalálni a célpontot, ahol szeretnétek. De erre majd oda kell figyelnetek. Sárfut szerintem egyébként a Progetto felé rohant el, valószínűleg valahova ide. Úgyhogy a cél az az lenne, hogy a Progetto előtt odaérjek. Ez nagyon jól lenne, ilyen Tehát amúgy a másik, a másik Battle Pass-os tank a sárfutúr, amit ugye 9 tokenért tudtok kivenni, ezt meg ugye 24-ér. Egyszerűen durva... Tehát 1v1-ben nincs esélye. Nézzétek meg, bam! Az 38 volt csak, de bam! Bam! Kiába jövő a lövés előny? Egyszerűen annyira gyorsan tárazok ki, hogy nem tud velem mit kezdeni. <laughs> Konkrétan leradírozom a pályáról. Újratöltök egy hitlőszert, mivel most már csak három hash nem van, és az arthur a tök egy hogy mit lövök. Hogyha még megtalálom, de szerintem már nem fogok odaérni. Azt gondolnám. 28 másodperc, hát mire ideérek, addigra lesz nagyjából ilyen 15 másodperc újra töltésem. A vtp még mindig életben van, ez hogyan lehet? Ráment egy Conqueror, meg egy T95, -t. hogy csinálja? Fogok meg. Srácok, mi történik? Hát én sem tudom, történik. Mindjárt betöltünk. Lehet, hogy mégis betöltök az artra. Aha. Nem, nem töltök be. 5 másodperc még az meg a semmi közepén mászkálgat, úgyhogy több sebzésre már nem fogunk eljutni. Én azt gondolom, hogy nagyjából jó ötlet volt ugye fölmenni a, a felső része harcolni. Volt egy rossz tárunk ott a cd ára ott kitálasztottam volna könnyebben a tigrist, illetve talán még a skorpiont is meg tudtam volna lőni. Ott talán egy ilyen ezres sebzést eldobtunk magunktól, de azt gondolom, hogy nem volt annyira feltétlen rossz az a mérkőzés, és szeretném megmutatni nektek azt is, hogy ebbe a körben mondjuk mennyit veszít a tank. Tehát szerintem az egy nagyon fontos, ennél a tagnál még egyszer elmondom, hogy itt, hogyha hatékonyak akartok lenni, akkor aranyat kell spemmelnetek. Nincs, nincs jobb megoldás erre, és akkor fogtok a legjobban teljesíteni, akkor fogjátok a legtöbb sebbést kiosztani. És ebbe a körbe úgy, hogy kaptam 55 ezer kreditet valamilyen küldetésért, így jöttünk ki éppen, hogy kicsivel, több, kicsivel, hogy kicsivel jöttünk ki, majdnem nullára. Tehát, hogyha nem lenne az, akkor egy ilyen 50 ezer kreditet vesztettem volna. Ugye ebbe a körbe sokat mellélődtem, meg nem peneltem, és azt mondtam, hogy az kell ahhoz, hogy ne ki mínuszba ezzel a tankkal. Jó, következő mérkőzés. Ahogy látom, nagyon-nagyon sokan elkezdték húzni a rinocerosnak az ágát, ami ugye most közben is kedvezményesen megvásárolható. Az előző körben is volt egy stokos progettó, itt van még egy stokos progettó, meg itt van még egy stokos progettó. ugye a tornyáról ismertetek fel, hogy itt van ez a kis a doboz rajta. Hát nem a legjobb játék elmény, az, 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 garantálom nekik. Mert nem én egyébként, hogy ilyen stokos toronyba bemegy a nagy ágyú, ezt majd meg kell néznem. Megpróbálok egyébként eljönni erre a részre. Nem tudom, hogy ez mennyire fog Működni, hiszen a, mondjuk egy fézetegyes és tornyozik, van szemben, vagy egy koncept, vagy esetleg egy E75, vagy Progetto, az nem fog annyira jól esni nekem. Talán én érek be először a pozícióba, illetve nincsen, de van egy Arti, egy Arti még elmegy. Először ránéztem a tanklóosztásra, és nem is láttam. De nagyon sokan jövünk erre, úgyhogy kezdem, megpróbálok itt játszani. Nagyon máshol nem tudnék. Tehát, hogy még esetleg itt tudnék, fönn a kis templom, van nem, nem templom, a templomasszátszok, van egy kis épület, ott tudnék játszani. Máshol nagyon nem. Megpróbálunk itt lövöldözni. Remélhetőleg be tudom lőni azokat a nehéz tankokat, amik jönnek föl ide, bár lehet, hogy már itt lesznek, hogyha turbót használnak. Aha, 75. Hát, srácok, arra újra kéne töltenem a itt lőszeremet. Egyszer bepeneltük, az nem rossz. Kétszer bepeneltük. Kétszer bepereltük, teljesen elégedett vagyok. Ezzel az átütéssel meg kellett várnom, míg az alváza kicsit jobb szögbe lesz nekem, és be tudtuk ütni. Ezzel én teljesen elégedett vagyok. Konkrétan az 75 az el is tűnt a pályáról. Most van az, hogy szerintem én előre pusolnék itt. Tudom, hogy még van 27 másodperc de szerintem bet addigra pont beérek ugye az alsó részre. Az az IS3-át le tudom tárazni. Hogyha ügyesen játszok és beviszem a lőszerémet, akkor le fogom tudni tárazni. Jó lenne egyébként, hogy jönne velem valaki, hiszen szóval a Chieftain az meg is indult. Még 10 másodperc van az újra töltésbe, azt ugye megvárom. Kell a Chieftain, hogyha lepattanok egyszer vagy kétszer, akkor ő ki tudja finisálni nekem. Megvárnám még egyébként, ő rámegy. Legalább egy lövést vagy ember. Na lássuk. Egyszer beütöttük. És még egyszer beütöttük. Szerintem gyorsan töltök. Már lehet, hogy ez rossz ötlet volt, hiszen ott jön a Skoda. Hogy csak, mint hogyha be töltve. Ez nem fél, nem fél említi meg. Pedig egyébként, ha nem töltöttem volna újra, most kétszer meglövöm, akkor az 1000 HP mínusz neki. Jó, még 30 másodperc. Ezért mondtam, hogy nagyon oda kell figyelni ezzel a tankkal, hogy mikor töltöttek újra, meg mikor nem, mert nagyon sok az töltés. Tehát, hogy most simán már lőhettem volna egy ezreset többet, és utána töltöttem volna, sokkal jobban megérte volna nekem. Itt nagyjából egy ezer sebzés eldobtam saját magamtól. Azt hiszem, az, a Skoda meg fog halni a Chieftain által, tehát nekem már nincs értelme lövöldözni. Úgyhogy megpróbálok itt előjönni. Nézzük, hogy azt az udás be tudom beütni valahol. De beám. Sajnos nem lehet rajta full sebzésünk. A Scorpion ott az Arti, hát ez nem ideális nekem, mert ennyi időt nem fogom tudni ellőni. Scorpion néz ki még egyszer. Nem fogom tudni előni azt a pixelt. Hát túl sok időt pazarlok el itt. És most kinézem, amikor már jöttem onnan. Jó, töltünk. Töltünk, mert vissza kell menni és letárazni a konceptet, meg a, meg a phase 1-est. Az a gond, csapatom nagyon nem bázist védeni jön. Lő az arti, így megugik egy töltési időm is. Hát attól függ, hogy mit akar az ellenfél. Kepelni vagy nem kepelni? Mindjárt lejár elvileg aztán. Lehet, hogy ezért kapni fogok egyet. És ez volt a fézegy egyes, elő minket? Úgy néz ki, ezt kidöntöm ezt a fát. Hogy tudjak tárazni majd mögüle. Mit nem látunk még egy borszivot, nem láttunk még. Illetve egy uh, szuperpersinget szuper persinget. be tudok robbantani annyit? 46-ot belerobbantottam. Nem volt, nem értem meg a lőszer, azt kell, mondjam. Ott a... Ott a fészegyes. Oros? Sajnos azt már nem ütöttem át. Most tudja egyébként a fézegyes, hogy töltök. 40 másodperc van. Tehát az, hogyha bekeppelünk, akkor nem is fogok tudni még egyszer betölteni. szerintem azért egyre térkezni érkezni fog. Nézzük, hogy mit akar a, a fézegyes engem letúrni. Nem akarom kiátszani. Neki lőnie kell egy reszetet. Lő egy reszetet, utána én le tudom tárazni. Így három. Belélőtt Nem lesz reszet ú, pedig nézzétek meg, mit tudtam volna itt tárazni. Bam, 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 mit lehetett volna lövöldözni. Sajnos elrontotta a lövést, és nem lett mert hogy jó, nyertünk, de egyébként is szerintem nyertünk volna, az ellenfél nagyon rossz pozícióban volt, és akkor még meg tudtam volna nektek mutatni, hogy mondjuk egy tier 9-es nehéz tankot mennyire gyorsan eltüntet ez a tank. Mindegy, 3000 sebzés kiosztottunk itt is. Mivel volt egy rossz üratöltésem, egy, egy rossz uh, döntésem, ezért egy nagyobb egy ezressel, um, kevesebb sebzést osztottunk ki ebbe a körbe, ha nézzük, hogy ez a kör mennyi mínusz jelentett nekünk, 33 ezer mínuszt. És azért volt jó pár olyan lövésem, ami nem ütött át, úgyhogy ez teljesen érthető. És eddig egyébként a tankkal hozunk a 3500 átlagot, ami talán nem olyan rossz, hogy a normál felszerelésekkel. Ugorjunk be még egy csatára. Na ez az a matchmaking, ami nagyon-nagyon nem néz ki jól nekünk. Ugye három viszonylag páncélozott nehéz tank van velünk szembe. Mikor vannak azért papír közepes tankok, mint ugye az AMX 30B, illetve a Leopard, um, Leopétia, Skoda, T54, a T54 nem annyira papír, de be tudjuk ütni, illetve a VTP 4 És azért van célpont, amit el tudunk lőni, de egyáltalán nem néz ki annyira jónak ez a matchmaking. És az a gond, hogy itt még az átmenőket sem fogom tudni meglőni. Tehát annyira hosszú az uratöltési időm, hogy egyszerűen nem fogom tudni meglőni az átmenőket. És ugye a hegyhez sem értem volna, hiába megyek oda, mert ugye sokkal gyorsabban ott van az ellenfélnek a gyors tankjai, és, és egyszerűen nem tudtam volna őket ellőni. Megpróbálok itt elhelyezkedni, úgyhogy ha esetleg megy át valaki ott a híd alatt, akkor azt el tudjam lőni. Illetve a, végső célom az az lenne, hogy bejöjek ebbe a pozícióba, ami nagyon-nagyon veszélyes, de milyen a hegy, tehát az ellenfél ugye hátra van szorulva. Szerintem én megpróbálok mostra bemenni. Ott egy jakpanzer, ami nem ideális. Egy két TD van mögöttem. Kérem a hogy segítsenek. 50 ezt potoltunk jobbra. Nézzük, hogy visszaspotoltam minket. Így van. Szerintem meg is indult egyébként felénk. Meddig jön? Nagyon jön. Az a Skoda is nagyon jön. 51 jól lenne letúrni, ha hát csak jöjjön közelebb. 54, ez biztosan gondoltad? Ez biztosan gondoltad, uram? Én sem, én sem hiszem. Az első lövésem az rosszul volt, azt hittem, hogy be tudom már ütni. Meg kellett volna várnom még idejön idején közel, és a kupolát már simán tudom átütni. Skoda, két lőszerem van még, ezt nem tölteném újra. Hátba tudnám tárazni esetleg. Az AMX 36, 1, kettő. Srácok, ezt hívom én burst damage-nek. Egyszerre, egyszerre csal mosolt az arcomra, viszont egyszerre undormány, hogy mit le tud ez művelni. Mert hogyha élennék az az AMX, akkor biztos, hogy nem örülnék annak, hogy kinézett rám egy tanki, és mielőtt még tudtam volna bármit is reagálni, elvesztettem 1000 HP-t. Amit, hogyha egy ilyen gyorsabb jakpanzer mozogna össze-vissza a pályán. Az a az ellenfél ezt a részt ugye megszerzi. Az nekem nem lesz annyira ideális. Ugye ott van az AMX, szerintem ő mérges rám, ő szerintem ő el akar engem kapni. És a térés sem tudnak már olyan könnyedén fedezni engem, simán bejöhet rám pár közepes tank, hogy a Skoda. Simán bejöhet rám. Ugye innen kinézett a VTP 4 tehát itt nem nerek nagyon agresszíva játszani. Pontosan világi tejéként ez a srác. Én lenne, hogy ezt kilőnék onnan. Én mögöttem van Rinocéros, Hm? Ezek ő rám mere jönni. Szerintem igen. Ahogy mondtam, ő, ő mérges volt ránk, mert kitárasztuk. És ő azt mondta, hogy akkor is ránk is, és megöl minket. Én mögöttem egy PTM. hát nem úgy néz ki, hogy nekem segít, hanem elmegy a pályának a másik felére. Ami lehet, hogy nem lenne rossz ötlet nekem is körbe A VTP-zén így kinézott. Ezt a pta innen nem lehetne meglőni? Hiba, amit csinálok most. Aha. Az nagy ágyus. Lepattintottuk. Ahogy mondtam nektek, gamerek, ezen a tankon furcsa szögek vannak, és nézzétek meg, itt lőtt meg a löveg mellett, és sima ap az nem ment át. Hogyha izéval lőtt volna meg a hitlőszerrel, akkor a közben ment volna. Tökéleti, hogy mi, hogyan forgatom magam. Azért fordítottam el egyből a tornyot, meg emeltem meg a kamerát, hogy egy rosszabb szög e legyen neki. Skoda? Biztos vagy be abba? Bum. Bum. Ha, ha, ha. És nézzétek meg. Tehát ez koda is gyorsan táraz, de fel annyi alfával rendelkezik. Vagyis hát nem fel annyi alfával, de azért sokkal kisebb alfával rendelkezik, mint én. Ő belőtt minket egyszer, nem is. A, -a lőtt be minket egyszer, és én meg kitárasztam egy ezresre. Undormány, tényleg undormány ez a tank mit leművel. Tudom, hogy ezt már mondtam, vagy 26-szor ebbe a videóba, de én ezt gondolom. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy bármikor is be kellett volna rakni egy ilyen tankot a játékba, ami ekkora burst damage um, ilyen gyors tárazási idővel, illetve ekkora alfával, és ilyen jó ágyuk az rendelkezik. ez rendelkezik. Egyszerűen ez túl erős. Az meg mit csinál? Észre se veszi, hogy egyébként már kinnál teljesen. Ne engem lőj el? Köszönöm. Most ugye előttem magát, szerintem mehetek előre az E50-en, hátba tárazni. Valahol itt volt a Péter, és valahol itt. Jól emlékszem. Szerintem amúgy nem fogunk tudni már lőni egyet sem, mert az E50 halott lesz addigra. De azért nyilván megpróbálunk. Aha. Még egy lövés kibírok tőle, és utána kell kitárazzam. Sajnos ezt nem ütöttük át. Ebbe az E50-be hadd lőjek. még egyet. Aj. Hosszan átfordulunk itt a vége rosszul, rosszul tárasztam. Először be kellett volna normálisan lőnöm őt, az 300 plusz damage, és akkor őt is normálisan be kellett volna céloznom, és akkor az még 300 damage -e. Még ugye a turbó szeptel sem értem egy normálisan a sebzés, és érezni is fogjátok ennél a tangnál, hogy a mozgékonysága az, az eléggé erdja, hogy úgy mondjam, a közö, egy közepes tankhoz képest. Hol a az arti? Nem is féltem, hogy honnan lövöldözgetett. De szerintem ott van, ahol a TVP járkál, vagy esetleg benni ebbe a kis beülőbe. A egyszerűen egyébként elég konzisztensen tudjuk hozni ezt a 3000 sebzést, ezt a három nézer között itt nagyjából tudjuk tartani. Ami szerint én azt hiszem, ennyivel is márkoltam le a tankot, valami 3800 körülivel. Valami mennyi sebzést tudtam kihozni, ott, ott azt hiszem, lila felszereléseket használtam, meg, meg tényleg ott rámentem full a damage-re. Úgyhogy nagyjából ennyi hozható ki ebből a tankból, hogyha normál felszerelésre játszotok. Normál felszerelésben ennyi van benne. De szerintem ez egyáltalán nem rossz. Tehát 9-es tagkal 3000 fölött lőni, vagy 3000 között lőni, az teljesen jó. És igazából szerintem ez a tag nem is arról szól, hogy, hogy tényleg jó átlagsebdést hozatok vele, mert hogy mondtam, konzisztensen nehéz vele teljesíteni, mert lehet, hogy egyik matchmaking belőttük 5-6 ezret, viszont a másikban meg mondjuk csak 1-2 ezret, mert nehéz tankokat találtátok magatokat szembe, és egyszerűen nem tudtok velük mit kezdeni, őket nem tudjátok bepenelgetni. Ez is egy, egy kicsit olyan tank, mint mondjuk egy, egy KV2-es, tudjátok, hogyha jó mes még inget kap, és tudja penelgetni a tankokat, akkor nagyon jó sebzése lesz, ha meg nem, akkor meg így járt, hogy ez benne van a tankban, és ezt mindenképpen nektek is észbe kell tartani. Féljetek, még egy körre ugorjunk be. Ebben a mesben szerintem mindenképpen a túlbószettemet hozom, és gyorsan be is futok a nehéz tank döngőbe igazából ez a meccs lehet jó is, meg rossz is attól függően, hogy most hogyan, hogyan is mit csinálnak az ellenfél nehéz tankjai. Mert ugye alapvetően nekem nem jó a szitu ott. Ugye se a Mausen nem tudom könnyen bepenelni, sőt az kb. sehol nem tudom bepenelni szemből. Progettót az, hát... Talán szemből, hogyha magasat rollok az átütéssel, a VZ114-et, VZ1 meg hát az sem, a max a kupoláján, de ez a tanka, mert nem kupolát fogtok snipeolni legtöbb esetben, úgyhogy meglátjuk, meglátjuk gamerek, majd kihozza a szituáció. Ugye nem akarok itt maradni a bázison, ugye mondhatátok azt, hogy közepes tankkal maradhatok itt a bázison, és snipeoltok, de ez nem egy sniper tank szerintem. Én, én, nem találtam meg a... a azt a játéktűs vele, vagyis nem az a játéktűs, hanem hogy, hogyha sniper közepes tankét próbáltam használni, valahogy soha nem tudtam annyit sebezni ezzel a tankkal, mint hogyha tipikusan a, a közepes tank játéktűsomat játszottam vele, úgyhogy én nem, nem szeretem egyszerűen egy sniperos közepes tanknak használni. Nincsen Arti, Úgyhogy be fogok szaladni, szerintem ebbe a pozícióba, ott van a progetto, azt még pont le tudnám tárazni, hogyha ott marad. Egy, kettő, három, nem, az már nem penelt. És ezzel egy lövést kaptunk. Nézzük, ki néz a. Kimér, addig nem akarok még újra tölteni. Oj, pedig pont be tudtam volna ütni a vz 104 et csak leesett a lőszerünk a földre. Nem baj, ez egy jó pozíció lesz nekem, csak most 40 másodpercig csetelhetünk. Milyen napotok volt, hogy vagytok, mit tettetek ebédre, addig kimegyek, felporszivózok, kitakarítom a lakást, megcsinálom a mosogatást, minden ilyesmi. Ez a tank ilyen, ilyen csillezés ilyenkor. És ilyenkor amúgy csak remélitek, hogy az ellenfél nem játszik agresszívan. Mit csinál? Sajnálom azokat a nehéz szankokat, akik itt megpróbálnak bemenni erre a részre. Szerintem max, hogyha nagyon gyorsan vagytok, tegyük fel egy Object 257 tel be lehet oda futni, mert beértek oda anélkül, hogy itt el tudnának titeket lőni, de amikor már ennyire felállt az ellenfel, hogy itt is vannak, itt is vannak, vagy itt is vannak, egyszerűen nem éri meg bemenni oda. Az udásról egyébként nem igazán tudok normálisan kinézni. Szóval boroskol egyébként mindig ott van, nem? De ott lett volna legutoljára A Mars is egyébként ott bennül. Megvárom, míg az ellenfél hibázik. Itt mindenképpen meg kell... Ha? Az hiba? Azt be tudtam volna ütni, ezt el kellett volna lőjeg. Aha. Szerintem azt be tudom beütni. Azt nem. Hogyha inkább kilövöm az udest. Furcsa egyébként, 2-10-es pendel szerintem az alvázát el tudtam volna lőni, csak lehet, hogy nem oda mentek a lövéseim, ahova szerettem volna. De máshogy én úgyse tudtam volna nagyon lőni, úgyhogy megért, megért egy próbát. A szög nem volt talán a legjobb. Hogyha lentről lőttem volna, vagy teljesen sík terepen lettem volna vele, akkor, akkor könnyebben be tudtam volna lőni. A mohus lehetett volna egy lövésem, mert amikor ugye lefele jött, a torony már gyengévé vált, és ott be tudtam volna ütni. Úgyhogy ez egy hiba volt a részemről. Jó, 14 másodperc is betöltünk. A következő célpontomat keresném a szememmel. Az egyébként itt az udes, nem udes lesz, mars lesz. Egy, kettő, mondom kettő. Így van. Nem, azt le fogjuk túrni Ne blokkold. Bum, 528, 28 nagyszerű. Alapvetően nem szeretek ide lejönni, de szerintem most egészen oké okay és pozícióba vagyunk, jön a csapatom is. A következő célpont az valószínűleg majd a, a lesz. Igen, annyira durva srácok, hogy nézzétek meg az a Mars is, vagy Progetto volt. Mire észlelte, hogy elkezdtem lövöldözni, már elvittem a kétharmad hp t Én most már futni kell a sebzésért, szóval a kiméra is fut el. Úgyhogy gyorsan futunk a sebzésért. Szerencsére hogy a turbó szettemet hoztam. Mars is fut el. Kimére itt maradt, nem fogok betölteni időbe. 7, 6, 5, 4, 3. Jó, de betöltöttünk időbe. Ezt elövöm? 67 HP-ra nem elövöm már magam szerintem. Szerintem még ez az egy, három, vagy még ez a három lőszert ki tudom osztani, és körülbelül vége lesz a mérkőzésnek. Tortoise azt nehezen penelgetem, viszont van még egy 230 PM valahol, azt mondja, be tudom ütni. A marsot is be tudom ütni, az átét is be tudom ütni a kupoláján. Ó, legyen háttal, nem háttal áll. Ugye, hogy itt vagyok? Nem tudja, hogy itt vagyok. Fordulj meg! Lassan el kell megfordulni. jönnek hátulról. Figyeljétek, srácok, még várunk. Várunk, mindjárt spotolódnak hátulról. Lindult, figyeljetek. Elúram, bam! 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 Nézzétek meg milyen, mekkora damage-et ki lehet vele osztani. Szerintem még egy, még egy tár, nem hiszem, hogy be fogok tölteni, de várunk egy picit. Esetleg még a sárfutúra fönt bemehetnék, akkor viszont el kell induljak most. Én majdnem full hp van még, be is egy jó pár lövést akkor is neces hogy odaérjek el, mert a boroskóla meg a progettunk az az előbb odaér tudom, hogy itt van az AT egyelőre nem lövök rá nem is tudnék rá lőni, azt akartam mondani, hogy nem állok meg rá, mert nem fogok tudni betárazni addig Én megyek fel a, a sárfutúra. és talán, hogyha nagyon nagy szerencsém van és passzívan játszik a, a boroskóla, akkor még ki tudom tárazni na lássuk ez a boroskola mennyire lesz bátor. Egyet már visszállt. Ú, az az enyém lehet. 1000 HP. Na ezt figyeljétek. Bam. 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 Na mondom, bam. Nem ütöttem be normálisan. Mindegy így is ki tudtuk tárazni, nagyon nagy szerencsém volt, hogy a boros egyet misszelt, és így még maradt benne 1000 HP. 6100 sebzést tudtunk kihozni, szerintem ez egy tökéletes zárása lesz a videónak, és amúgy azt vettem észre, hogy egyáltalán nem használtam a hitlőszert ebbe a kör, vagy ebbe a videóba, de azért lehet, hogy érdemes lett volna a nehéz szangdőngőbe egy-két tárat kiosztani, csak annyira, annyira rossz egyébként, akkor érzitek, hogy, hogy fel, Betöltök a, a hitlőszert és mondjuk kinéz rátok egy progettó, amiben tudnátok lőni bam mezer bam, bam 1300-at, a hitlőszerrel meg, vagy a ki tudjátok tárolni sokkal könnyebben és a hitlőszerrel meg úgy érzitek, hogy, hogy nem annyit sebeztek, amennyit szere, vagy tudnátok potenciálisan és úgy érzitek, hogy akkor dobtok el magatoktól sebzést, úgyhogy ez miatt nagyon-nagyon ritka az, amikor ezzel a tankkal betöltöm a, a hitlőszert. Természetesen amikor márkoltam, akkor is nagyon-nagyon kevésszer töltöttem be a hitlőszert tenni a tanknál. Na, gémerek, ahogy mondtam, szerintem ez egy tökéletes zárás lesz. Talán ebbe a körben meg, tudtam mutatni, hogy mennyire tényleg. Nem csak ebbe a körbe, igazából mindig körben meg tudtam mutatni, hogy mire képes ez a tank. Hogyha talál valami, nem is feltétlen papír tankod, aminek kevesebb páncél, mint 200 mm, és ettől kapni egy olyan szituációval, ahol nem számít rá, egyszerűen még reagálni sincs idő arra, hogy uh, mi történik, már kitározott téged ez a tank, és nem tudsz ellene mit tenni. És uh, jöhet a kérdés, hogy Megéri -e, szerintem ez a, ez a tank, egyik majdnem lézer is kiosztunk fel, amivel nagyon elégedett vagyok így öt körből. Jöhet a kérdés, hogy megéri ez a tank, és bármennyire undorodom ettől a tanktól, és a személyes véleményem az, hogy törölni kéne a játékból, mert semmi keresni való egy ilyennek, hasonlóan, mint mondjuk az FTD-nek. Uh, én azt gondolom, hogy ha objektíven nézem meg ezt a dolgot, uh, vagy szubjektíven? Nem, a szubjektív az a saját vélemény, az objektív meg, amikor nem saját vélemény. Jó, elvileg objektíven. Javítsatok ki a kommentekből, hogyha hülyeséget beszélek. Tehát, hogyha az én véleményet kizárom a dologból, 24 ér abszolút megéri ez a tank. Nagyon sok mosolyt fog csalni az arcotokra. Nem minden körbe, de a legtöbb körbe egyébként ki lehet használni eléggé uh, ugye a forgótól, miatt ki lehet használni, nem, nem feltétlenül, nem, mint egy FFT, Az fvt nagy, lassú, papír, és igazából egy ilyen glass tehát hogy vagy bemegy vele a lövésetek, vagy nem, és akkor vagy szórakozni fogtok, vagy nem. Ez a, ez a tank azért annál kozisztensebben lehet teljesíteni, és szerintem azért mosolyt fog csalni a legtöbb ember arcára, úgyhogy tényleg megéri kivenni, csak 24 tokent ugye össze kell farmolnotok, ami ugye ez alatt a szezon alatt azért lehetséges, hogyha, hogyha odafigyeltek, illetve nyilván az meg tudja könnyíteni a dolgotokat, hogyha megveszitek az improved pászt. t úgyhogy srácok, ez volt a kobra bemutató, végigértünk majdnem az összes battle pass tankkal, ami ugye idén van, kettő maradt hátra, a kettő újabb, BZ itt tudom, én mindjárt megmondom nektek mi. BZ58 kötőjel 2 nehéz tank, illetve a KPZ3 projekt 07 HK nevezetű német TD. Ez a kettő, amint megkapom, illetve amint lehetőségem lesz rá, bemutatom. És igyekszem majd csinálni egy ilyen lejátszási listát a Battle Pass tankokról, ahol egy helyen megtaláltok minden Battle Pass tank bemutató videót, amit mostanában ugye csináltam, és akkor azt egy helyen nektek könnyű lesz, ugye nem kell keresgetni össze-vissza a csatornámon, egy helyen megtaláljátok majd. Gémerek, nagyon-nagyon remélem, hogy élveztétek ezt a hosszú videót, igyekeztem ebből a tankból egy hosszabbat csinálni, hiszen tudom, hogy nagyon sokan érdeklődtek ezután a tank irány, és remélem meg tudtam mutatni azt, hogy mire képes ez a tank. Ha tetszett, mindenképpen dobjatok egy lájkot, like kommentvérjátok meg, hogy ti gyűjtötök -e erre a kobrára, esetleg már az előző Battle Pass-nál kivettétek, mi a tapasztalat vele, nyugodtan dobjátok be a véleményeket a komment szekcióba, és hogyha nem akartak lemaradni az új Battle Pass akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ne felejtsetek el csatlakozni a Discord szervere, nagyon jó a közösség, tudok szakasztársat keresni, nagyon jókat lehet ott csevegni, nagyon jó közösség, tényleg oda mindenképpen csatlakozatok, link a videónak a leírásába, illetve ott megtaláljátok még a csatornatokságnak a linkét, ahol tudtok engem támogatni, illetve lesz egy köszönet gomba a videó alatt, ahol tudtok boravolót hagyni nekem. Legyen szép napotok, legalább ennyire jó csatájtok, és akkor találkozunk a következő videóban, vagy pedig a streamen. Sziasztok!